igyekeztem a táplálkozásomon változtatni, mert hozzáteszem, hogy én azért elég mozgalmas életet élek, úszni szoktam járni, esténként kocogni, úgyhogy hogy ezek kellenek hozzá, ezek a kiegészítő tevékenységek. Hát ugye itt olyan nagyon látványos eredmény nem fognak látni, mert nagyon csinos hölgyről van szó, aki bemutatja Piroska ezt. De gyakorlatilag arról van szó, hogy azokon a helyeken, azokon a részeken, ahol úgy érzi az ember, hogy fölösleg van, kétféle módszerrel, vagy a ultrahangos kezeléssel, vagy a vákumban lehet centimétereket lefaragni. Nekem összesennyiben a két hónap, vagyis a másfél hónap alatt olyan 5 cm az, amit meg tudtunk mérni, hogy lement, mert például a combon vagy a fenék részen nagyon nehéz megmérni, hogy ugyanoda tenni a cím. Így van. Azt szeretném én megkérdezni tőled, mennyire fájdalmas ez? Hát az ultrahang az egyáltalán nem fájdalmas. Mondjuk a vákum, amikor így nyúzzák az ember bőrét. Tudod, az szívja, zúzza, csak azt látom. Jó, nem hallottam még senkit, hogy ordibált volna, vagy annyira nem bírta volna ki. Csak úgy látványban azt lehet látni, hogy így húzzák, nyúzzák a bőrt. Az az érdekes egyébként, hogy pont ez a lényege, számomra az volt a lényege, hogy a vákumos kezelés során úgy éreztem azt, hogy dolgoznak a bőrömön. Az ultrahang az nagyon rafinált, mert azon nem lehet észrevenni, az ugye nagyon, nagyon simán zajlik, és az inkább ugye a bőr szerkezetében okoz változást, viszont a vákumnál, ahogy beszívja, kiengedi a bőr, ezáltal a rugalmasságát fokozza, és nyilván a nyirokkeringést is fokozza, a zsírsejteket, amik zsírszövetben vannak, ezeket a zsírsejteket feloldja, és a zsír ki tud. Hát én nem tudom ezt szakszerűen elmondani, de a zsír el tud távozni a nyirokkal. Hát meg gondolom, hogy a méreganyag. Tehát ugye azért, ami felgyűlöm lett, mert azért valljuk őszintén tényleg, egy bizonyos kor után, amit már ugye én is tapasztalok, tehát azért nem kell egy nagy mérföldkövekre gondolni, egy idő után ugye lelassul az anyagcsere, és bizony, hát ugye enni szeretünk, ha mellettem mondjuk nincs odafigyelve, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk, mert ugye ezt mindig mindenki ki szokta hangsúlyozni, amikor bemegyek bárkihez, hogy mennyit itt áll, és akkor ne is csapjam be magamat se, de a barátaimat se, jó, hát másfél, nagy nehezen. És ugye mindig hangsúlyozzák, hogy minél többet kell inni, de hogy miért? Pontosan azért, hogy ez a méreganyag, ami felgyűlemlett bennünk, ugye meg az sokkal gyorsabban tudjon azért kitávozni belőlünk. De ehhez már ez nem elég, mint régen, nem tudom, mit, olyan jó, mert kapom a bólogatásokat, hogy mind mentünk már keresztül. Tehát ugye ez már nem elég, hogy mint régen 3 napig gyümölcsöt eszek. Ugye a gyümölcs kura, vagy iszok, és akkor tudtam, hogy hétvégén lesz valami buli, jól akarok kinézni, akkor 3 nap elég, és az a 2 kis kilócska az lemegy. Azért ez már megszűnt. Ehhez van ez a segítség, ugye, amit most látunk. Piros, ha egy picit még közbe te kommentálnál, amit most csinálsz. Éppen a vákummasszázs kezelésben részesítem Mariettát. Az elején a nyirokkeringést fokoztam, most pedig maga az aktiválás rész történik. Ekkor a bőr kipirul, és roncsoljuk a zsírsejteket. A zsírcseppek bekerülnek a nyirokkeringésbe, egy hosszas körfolyamat révén, röviden mondom most, bekerülnek a vizeletbe, és így távoznak a szervezetből. És ahogy mondtad, ez a 1,5 liter folyadék, ez nagyon-nagyon kevés. 25 testi kilogrammonként kellene 1 litert fogyasztani, plusz 1 liter, ha méregtelenítő kúrában, vagy fogyókúrában veszünk részt, vagy csak nagy nyári meleg van. És szerintem 2-3-5 kilót legfeljebb 18 éves koronkig tudunk fogyni egy hét alatt. Jaj, nem is akarok már, igen. Sokkal nehezebb. Köszönjük szépen, nagyon azért több időnk erre nincsen. Aki még ennél bővebb információt szeretne, akkor ugyanúgy majd a Piroskának a standjánál ebből bővebb információkat fog kapni. Amíg azért még összepakolunk, mert utána majd még a hajad, meg a smink, ugye még ezután fog jönni. Melyik lett így a kedvenc testkezelésed? Vagy úgy fogalmaznék inkább, hogy mi az, ami annyira látványos, hogy azt tudnád mondani, hogy semmiképpen nem akarod kihagyni a továbbiakban sem? Hát azt hiszem mindenképpen a bőrgyógyászati kezelésnek azt a részét, ami a
ami a szám körüli részeket illeti. Tehát én ebben láttam a legnagyobb változást. Mondjuk hozzáteszem, hogy én kozmetikushoz, fodrászhoz rendszeresen járok, tehát gyakorlatilag ott olyan drasztikus változást nyilván én magamon nem láttam. De a kezelések közül ez mindenképpen nagyon látványos. És ugye azt ne felejtsük rá, hogy ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy egy intim hangulatban történik, és akkor annyira meghitt és hangulatos ugye a Piroskának a szalonja is, hogy tényleg az, hogy az ember levetkőzi az összes gátlását, és nincs az, hogy úristen, most bugyiba, melltartóba meglátnak, mit fog szólni, hiszen azért jöttem el, mert problémám van. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert általában az emberek szorongva mennek el, hogy bemutassák a testüket, ugye a hasukat, vagy a feneküket, vagy azt a testrészt, amit nem szívesen mutogatnak. Ez egy nagyon kellemes kis titkos hely, intim hely, ahova tényleg, ha elmegy az ember, gyertyafény van, nagyon kellemes lágy zene. Ilyen zajok nincsenek. Igen. Köszönjük szépen. Folytatjuk tovább az átváltoztatást. Livi, te pontosan azt beszéltük meg, hogy ugye Londonban kint voltál, mindenkinek, nem azért meg, hogy Londonban kint voltál, mindenkinek az a problémája, hogyha hazamegy, nagyon szuperül érzi magát, mert frizura van a fején. Ez addig tart az öröm, amíg az első hajmosást ugye el nem végezzük otthon. Első hajmosás után jön a trauma, hogy ez nem úgy áll, ahogy a fodrász beállította. Ennek mik a trükkjei ahhoz, hogy ez úgy álljon? Tudom, hogy van egy professzionális terméke, amit ugye érdemes hazavinni, és van egy olyan vágási technika, és most te olyanokat fogsz bemutatni, hogy az egyik modell a Judit, a másik az Évi lesz, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan, 5 perc alatt, ha tényleg egy szaki, egy különleges vágási technikával előkészíti a hajat, hogy abból 5 perc alatt professzionális termékekkel frizura tud lenni. Mert minket mindig az érdekel, hogy reggel elindulunk a munkahelyre, de már nincs idő hazamenni, ha mondjuk este már egy másik programon van, de ugye minden helységnek van egy toalett része, ahol nagyon gyorsan, hogyha egy kis mini valami professzionális termék van nálam, akkor ha megmutatja a fodrászom, nagyon gyorsan meg tudom csinálni az estihez való frizurámat. Ezt fogjuk most látni, ugye, Livi? Így van, ezt fogjuk most látni. Évit kérném a színpadra. Ő most jött a munkahelyéről, és randia van. 5 perc alatt, hogy átváltozzon. Hát lássuk. De Judit, addig mi így beszélünk, mert tudom, hogy neked is van egy szuper vágási technika a fejeden, és pontosan ez arra szolgál, amit majd te fogsz jönni, hogy elmondd, hogy van ez a modernebb, de hogy azt a klasszikus vonalat azért te jobban csíped, ahogy így tudom, hogy akkor tényleg neked is egy, amit most a Livi fog ugye természetesen bemutatni nagyon gyorsan, de hogy te is egy mozdulattal ezen tudsz változtatni. Hát majd most a Livi bemutatja rajta mindjárt, hogy mennyire egyszerű. Egyébként nála az az érdekes, a Livinél, hogy amit ő nála tapasztaltam, amikor 2 éve járok hozzá körülbelül, és ez alatt a 2 év alatt azt tapasztaltam nála, hogy rendkívül dinamikus, mindig vannak ötletei, mindig kitalál valami újat, de ezt nem erőszakolja rá az emberre. Egy évbe tellett, amikor elmentem hozzá először, hogy kialakítsuk a frizurámat, a lenőtt hajat, a kicsit megtört hajat eltüntette, és tetszett, amit csinált. És akkor eltelt az egy év, és azt mondta, hogy kezdjük újra az egészet. Hát Évi, te kész is lettél, nem hogy 2 perc alatt, pedig mi még nagyon tudtunk volna beszélni. Livi, mit tudsz te még ehhez hozzászólni? Azt gondolom, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy a vendégek otthon boldoguljanak a hajukkal. Már az kiment a divatból, hogy hetente ülünk a fodrásznál hajszárításon, hanem inkább ez a könnyen kezelhető, hétköznapi, hordható, variálható frizurák jöttek divatba, legalábbis az én szemszögemből úgy gondolom, hogy ezt ajánlom általában vendégeimnek. Laza, könnyen kezelhető, variálható frizurák, és ha akarja az ember, akkor tud igazán trendi lenni, hogyha szolid megjelenésre van szüksége, akkor pedig átváltoztathatja magát. A videón, amit néztünk a Juditról, az összes alkalomkor, miután én elkészítettem a haját, míg ment a kezelésekre, saját magának megszállított a haját, nem volt előtt a fodrásznál, és úgy gondolom, hogy azért látszott így is a különbség, hogy
levágtam, más a formája, más a hajszíne. Kérlek, Judit, akkor foglalj helyet. Azt akarja most Lili megmutatni, hogyha elmegyek az uszodába, utána mit tudok csinálni ezzel a hajjal. Azért még addig szeretném, hogy Évi, fordulj már meg, légy szíves, hogy hátul is láthassuk, hogy azért tényleg egy habbal, és mondjuk mondom én így beledúrással a kezünkkel, hogy mit tudtunk elérni. Köszönöm szépen. Na hát igen, itt jönnek a trükkök. Kihullott a hajtincs. Aha, mert ez kivehető. Ez azért szuper, az én hajamban is van tele csillogókkal, ezt nagyon élvezem, mert nagyon gyorsan ez a színabogja, jaj, elnézést kérek, de a Livi kibírja, tehát ez gyorsan, ami két perc alatt elkészült ez a kis színabogja, ebbe is gyönyörű, ilyen hosszabb tincsek vannak. Miért jó ez nekünk, ugye? Nem roncsoljuk a hajat vele. És hirtelen meg tudtunk változni. Hát Judi, tényleg más. Hát igen, gyere, még beigazítom a pillanatot. És azt gondolom, hogy így már a hétköznapokban uszi után mehetsz nyugodtan angol tartani, majd megyek hozzád én is. Köszönjük szépen, de még annyit szeretnék a Juditól, addig lehet, köszönöm szépen Livinek hogy, és az Évinek, hogy bemutatták ezt a kis, még 5 perc se volt, hogy hogy lehet megváltozni. Judit, még annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy tényleg egy hónapig kipróbálhattad, kaptál professzionális termékeket. Nem azért, mert ez a reklám helye, hiszen a Barbie is, tehát a kozmetikában is kihangsúlyozta, hogy bármilyen krémeket, amit a kozmetikus tud, hogy az nekem az én bőrömnek megfelel, vagy bárki azt ajánlja, azt, ezeket azért otthon folytatni kell, és kenni kell a bőrünket, hogy azért kívülről is tudjuk azokat a hatóanyagokat becsempészni. Ugye a hajhoz is kell a professzionális termék, mert ezt ezzel lehet csak elérni, amit a fodrász ajánl. Neked, mivel tudom, hogy vittél haza, mi lett az eredménye ennek? Hát elsősorban az, mint ahogy mondtam, én naponta járok az uszodába, tehát amikor kijövök a vízből, akkor utána megvannak azok a fázisok, amire a hajamnak szüksége van. Mert ugye én leöblítem magam, letuszolok megfelelő tuszfürdővel, utána bekedem a testemet valamilyen testkrémmel. Na most a hajnak ugyanez kell. Tehát le kell öblíteni, megfelelő öblítőszerrel, ez is van a Livinek, utána samponnal, utána hajápolóval, színvédővel, tehát különböző ilyen termékek vannak, amit nem kell minden nap mindent használni, csak ami a legfontosabb. Köszönöm szépen! Folytatjuk a test szépítészetet, az arcot egy csodálatos sminkel, amit Barbara fog bemutatni a modelljén. Barbi, én inkább neked most oda tartom így a mikrofont, hogy amíg egy-egy dolgot bemutatsz, hogy mit kell most így rólunk tudnunk a modellről, hogy mit mutatsz te most be nekünk. Igen, hát a Juditnak, először visszafordulok a Judithoz. Ugye tényleg egy nagyon-nagyon szép és határozott arca van, ami azt jelenti, hogy meri viselni a sminket. Nagyon fontos az, hogy a Juditot ki lehetett úgy festeni, hogy tudja hordani. Nagyon fontos a smink elkészítésénél azokat a dolgokat figyelembe venni. Hány éves, hova megy, miben van, kivel van. Rettenetes fontos az, hogy megbeszéljen vele azt, hogy mit szeretne. Tehát egy alázat, az, hogy megkérdezzem, hogy tehetem-e, Judit, jól fogod-e magad érezni, ha nem, akkor megmagyarázni neki, hogy én miért szeretném rátenni. Ha nem megy, természetesen a kompromisszum az nagyon fontos. Köszönöm szépen, élvezett volt tényleg a Judittel együtt dolgozni, folytatnám. Kis hercegnőm, az Anna, aki egy hihetetlen szép alapvonásokkal rendelkezik. Őt egy mostanában divatos, igazából már kezd kimenni a divatból, mert kb. Másfél éve jött be a nagyon erős tusvonal a divatba. Azt gondolom, hogy most talán a hétköznapokban most kezd beszivárogni, viszont a kifutókról már most megy ki. Viszont én most azért szerettem volna ezt bemutatni nektek, mert nagyon-nagyon nehéz az elkészítése. Nyilván otthon egy tusvonalat meghúzni, hát ez művészet, de gyakorlattal elsajátítható, és köveket ragasztottam a tusvonalra, úgyhogy majd közelről, hogyha esetleg valakit érdekel, ott a standunkon meg tudja nézni, a Swarovski kövek díszítik a tusvonalat. A tusvonal az nem csak a pillatőben, hanem jóval fölötte fut, és elég hosszú a kifutása.
A másik az, hogy mivel erősítettem a szempillákat, hogy ennyire erősek legyenek, természetesen szempillaspirál és dupla soros műszempilla. Tehát föltettem egy sor műszempillát, és utána még egy sor műszempillát. Tehát ahhoz, hogy egy színpadon erős hatást tudjak elérni, mindenképpen kellenek azok az erős, intenzív színek, amikkel ezt el tudom érni. Nyilván közelről ez egy kicsit lehet, hogy soknak fog tűnni, viszont mivel az Anna még nagyon fiatal hercegnő, ezért úgy gondoltam, hogy egy nagyon finom szájat festek neki. Próbálkoztunk a sötéttel is, de a kora miatt én azt gondolom, hogy ez sokkal finomabb és puhább. Úgyhogy ezt majd be fogom fejezni, mert most itt van a mikrofon a kezemben, és folyamatosan csak beszélek, ahelyett, hogy dolgoznék. A pír az egy nagyon-nagyon finom rózsa pír, és ennek a tetejébe jött a highlight fény, amitől természetes fényt kapott az arc, és egészséges kinézetű. Úgyhogy nagyon szép lány ez az Anna. Köszönjük szépen! Amíg a Barbie ezt befejezi a kis munkáját, addig a Juditot kérdezem, mert neki még friss élménye mindig van, mert tegnap valami ajándékot kaptál Barbie-től, valami kezelést, ha erről mesélnél nekünk. Igen, hát a program során kétszer jártam a Barbie-nál az első alkalommal. Nem tudta igazán a jó kezelést elvégezni a szemem miatt, mert ugye akkor az még nem volt begyógyulva, de itt lehetett látni, hogy milyen kezeléseket kaptam tőle. A tegnapi az teljesen más volt, és tényleg fantasztikus élményt adott, mert a termékei, ezek a Sotis termékek, amiket használ, ezek annyira lágyak, annyira sejmesek, hogy úgy lehetett érezni, amikor rám kente a krémeket, mint hogyha ilyen bársonnyal simogatna. Amikor az első réteget beszívta a bőröm, mert az enyém beszívta rendesen, utána jött egy másik, amire már nem számítottam. És az is ugyanolyan sejmes, puha, lágy krém volt. És aztán volt egy nagyon érdekes pakolás is. Ez gurman pakolásnak nevezi a cége. Ez mindig ilyen szezonális gyümölcsöket tartalmaz, gyümölcskivonatokat. Gránátalma és mangó volt ebben. Nagyon kellemes illatú, és maga a kezelés is nagyon kellemes volt. És az egésznek a csúcspontja az pedig egy ilyen gipszmaszkos kezelés volt, amit úgy hívnak, hogy Vénuszmaszk. Ennek az volt a lényege, hogy nagyon vastagon ebből a nagyon finom krémből felkent az arcomra, utána egy ilyen gyógyszerű anyagot tett rá, és gipszet. A gipsz, ahogy száradt, hőt termelt, és kitágultak a pórusok. Ezáltal a krém bejutott az arcomba, majd amikor kihűlt a gipsz rajta, akkor bezárultak a pórusok. És ez a krém ez úgy jutott be az arcbőrömbe, hogy közben ugye kinyíltak és összezárultak a pórusok, tehát az szépen dolgozhatott. Azt mondta tegnap Barbie, nekem nagyon tetszett az eredménye, hogy majd ma fogom meglátni az eredményét. Tehát nem tudom, most látjátok-e. Köszönjük szépen! Úgy láttuk, hogy már Barbie is elkészül. Egyébként azt is észrevettem, mert mi azért beszéltük, tehát azért szaktanácsolást mindig kérünk ugye a Barbie-tól is, hogy azért, ahogy az idő telik rajtunk, azért már komoly Barbie, ezt tőled is kérdezem, hogy ebben a korban már azért olyan mély és nagyon sötét színű rúzsokat azért már nem használunk. Így van-e? Nyilván ugye korfüggő a sminknek a viselete. Én az előbb, illetve a legelső felszólalásomkor mondtam, hogy a sötét tónusú rúzsok ugye egy picit öregíthetnek is, és mindenképpen a sötét tónusok összehúznak. A világosak, a fényesek, itt is látjátok az Anna szájára tettem még tükörszájfényt, amit még dúsabb, még szebb, még szebb, nem fokozom. Az idősebb korban nyilván ugye a rúzsoknak a felvitele, inkább én azt gondolom, hogy aki tudja hordani, annak mehet bátrabban, erősebben a rúzs. Egy korápiros, egy lazac szín bátran, viszont a nagyon mély bordó, hát meggondolandó. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ezek voltak azok a kis pillanatok, percek, amiket azért Judit másfél hónap alatt átért. Bővebben majd mindenki a saját standján várja a kedves vendégeit. El ne rohanjál, Juditom, mert a csapat készült neked egy csodálatos kis virágcsokorral, amit mindjárt én át fogok neked nyújtani. Nagyon szépen köszönjük, hogy vállaltad, hogy te leszel ez a modell, és be tudjuk mutatni, főleg
a testszépítő csapat, hogy mit lehet elérni, és hogy nem szabad szégyelnünk. Hát nem az, hogy szégyelli az ember, a korát titokba tartja, de te most kiállhattál ide, és te mondhatod és bizonyíthatod, hogy igen, én 62 évesen ezekkel a kis segítséggel bombasztikusan nézek ki. Köszönjük szépen! Enyhe túlzással! Semmi túlzás nem volt benne. Köszönjük szépen! Most mi szeretnénk még önöknek, nektek kedveskedni egy kis pici zenés műsorral. Fogadjátok sok-sok szeretettel! A mikrofon, drága Juditom, mikrofont add át. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. Elsőként fogadjanak szeretettel egy Karádi Katalin dalt. Szól az ében már valahol, ahol fenn az égen járt. Szívem, mint az express úgy zakató, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhatja, holnap tános sem mondjam, miért nem tűrsz, hisz múltad, mint emésztő.
sosem lesz egész, egy kavargó zilált világ, mert a hang közbe kiállt. Badam, 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 csupa szeretlek utcák kövén. Badam, 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 csupa örökké ősz idején. Badam, 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 csupa hazudott nagy vallomás, engem újra az utcára hajt te hang, miért ne, hisz nem lettem más. Őrült zaj, mely az agyamba vág, hozza elém az árnyak sorát. Látnom kell újból mindazt, mi fáj, mert a hang, melynek ritmusa erítő, egy szív, mely gong, mint a kő. Nagyon szépen köszönjük. Engedjük meg, hogy bemutassam a kollégáimat, Gyaraki Lilliát és Vozár Márton Krisztiánt a zongoráknál. Néhány mondat róluk. Gyaraki Lívia 2009-ben végzett a Jókai Színház színi tanházának színész szakán. Közben már énekléssel is foglalkozott, ami már egyre meghatározóbbá vált számára. Vozár Márton Krisztiánnal június óta dolgozik együtt. Annak ellenére, hogy Marci klasszikus alapokat tanult, mindketten úgy gondolják, hogy az életükben a könnyű zene lenne kulcsfontosságú. Szeretnénk tovább folytatni a kis műsorunkat. Nagyon fontos, ugye, nekünk hölgyeknek, de egyébként az uraknak is, tehát ott hátul is mondanám, hogy ez az uraknak is szól, hogy a külső szépség az megvan, meg lett csinálva, de mi van a testünkkel, a bőrünkkel, és mi van, amit mindig mondunk a nagy-nagy hírhedt fogyókúrákkal. Most pedig felkérném Bakos Orsaját, a Réti Pál Kórház vezető dietetikusát, hogy beszéljen a munkájáról. Elnézést kérek, én most veszem a fáradtságot és azt a pillanatot, hogy egy nagyon picit, hogyha lehet, halkabban hátul cseverészünk, hogyha lehet, mert pontosan azért vagyunk itt, hogy ezeket a kulisszatitkokat megtudjuk. Köszönöm szépen! Orsi, mi az, hogy dietetika, mi az, hogy dietetikus? Sok szeretettel köszöntök mindenkit, mint ahogy Anett bekonferált, a Réti Pál Kórházban dolgozom dietetikusként. A dietetika az alkalmazott táplálkozás tudományt jelent. Amikor én 11 évvel ezelőtt elkezdtem a főiskolát, és mindenki kérdezgette, hogy melyik szakra jársz, és én mondtam, hogy dietetika, hát csak nagy kerek szemeket láttam, sokan ki se tudták mondani. Mai nap, illetve mostanában már azért sokan tudják, hogy mi ez a dietetika, mi ez a táplálkozás tudomány, mi is a mi szerepünk és mit csinálunk a kórházban, mint dietetikusok. Tulajdonképpen a beteg élelmezéssel foglalkozunk. A betegeknek az orvosok által megállapított betegségek alapján a diétájukról a tanácsadást tartunk. Természetesen ez egyénre szabott. A folyamata az úgy néz ki, hogy elbeszélgetünk először a betegekkel, felvesszük az egyéni, illetve a családi anamnézist, a táplálkozási anamnézist, és utána felállítjuk a diétáját. Természetesen megpróbálunk arra is figyelni, hogy milyen a betegnek a táplálkozási szokása, és ne olyan nagy mértékben változtassunk ezen. Ezek mellett még természetesen sokkal több feladatunk van a kórházban, magáról a gyógyélelmezésről is nekünk kell gondoskodni, illetve későbbiekben előadások, csoportos tanácsadásokat tartunk, különböző írásos diétás leírásokat közvetítünk, illetve készítünk. Na most a betegek mellett minket is megkeresnek olyan páciensek, akik hol orvosok javaslatára jönnek el hozzánk, hogy valamilyen betegség folytán a testsúlyukat csökkenteni kéne, illetve maguk döntenek úgy, hogy esztétikai okokból ők fogyókúrázni szeretnének. Itt szeretném megemlíteni az úgynevezett divatdiétákat. Ha most megkérdezném, hogy itt a helyiségben a hölgyek közül főleg van olyan, aki nem próbált ki valamilyen divatdiétát, azt hiszem, hogy kevesen nyújtanák fel a kezüket, hátul vannak. Igen.
miért is vonzóak számunkra ezek a diéták? Ugye nagyon rövid idő alatt ígérnek nekünk varázslatosan sok kiló leadását, egyrészt. Másrészt általában valami híres ember reklámozza, ugye színészek, színésznők, ugye a mai szófordulatban a celebek által vannak hirdetve ezek a fogyókúrák, illetve amikor ezek elterjednek, akkor rádióból, tévéből, újságokból, mindenhonnan ez folyik. Mi is van a hátterében, és mire kéne nagyon odafigyelni?